A kormány még 2012. júniusában döntött arról, hogy idén januártól minden kutyának kötelező a mikrochip. A mulasztásért bírság jár, ám ennek ellenére még mindig sokan nem tettek eleget ennek a kötelezettségnek. Megkérdeztünk egy állatorvost, pontosan mivel is jár a chip beadása, miért jó a kutyának, illetve a gazdiknak. A kutyák mikrochippel való ellátása jogszabályi kötelezettség. A rendelet alapján január 1-ig valamennyi 4 hónapnál idősebb kutyusnak mikrochipet kellene viselnie. Hát ez az én gondolatom szerint körülbelül olyan 30-40%-os, vagy a térségében, de tehát folyamatosan végzi minden állatorvos a feladatát, illetve ahogy a lakosság kéri őket, vagy kér minket, akkor elvégezzük az állatoknak a jelölését. A chip behelyezése a kutyák bőre alá injekció formájában történik, kedvenceink szinte észre sem veszik a beavatkozást. Ez nem nagyobb beavatkozás, mint egy injekció. A gyakorlatban mondom, hogy a kutyusoknak ugyanannyira fáj, mint egy injekció. Annak ellenére, hogy kicsit vastagabb a tű. És itt megmutatnám, hogy tehát ebbe az injekciós fecskendőhöz hasonló tűbe van egy 12 mm x 2 mm átmérőjű ilyen műanyag, illetve speciális üvegkapszulába egy 15 számot rejtő kód. Ezt a kódot egy jelolvasó segítségével lehet azonosítani. Ezeket a transzpontereket, csipeket sterilizált körülmények között csomagolják, és ehhez egy ilyen tehát ilyen matricát is adnak, amit az állatnak a könyvecskéjébe, vagy az állatútlevélbe helyezünk el. Régebben az állatútlevél kiállításához kötelező volt. Augusztus 1-től él az a, tavaly 2012. augusztus 1-től él az a rendelet, ami előírja a kutyusoknak a, mint már említettem, 4 hónapnál idősebb kutyának a transponderrel való ellátását. A chip azért hasznos, tehát több szempontból. Egyrészt a mikrochippel ellátott kutyus könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszik. Itt tavaly ősszel volt egy olyan pozitív élményünk, hogy itt Baján elveszett egy kutyus. Leolvastuk, megnéztük az interneten, egy adott honlapon, kiderült, hogy szegedi a kutya, de telefonáltunk Szegedre, és a szegedi kutyatartó emlékezett, hogy kinek adta el Bajára, tehát még nem történt meg az átírás, és akkor fél órán belül a kutyatulajdonos meglett, és mindenki örült. Tehát ez az egyik oldala. A másik az állatvédelmi célokat szolgál, mégpedig azt, hogy a mikrochippel ellátott kutyus, tehát azonosítóban ellátott háziállat, abban az esetben, hogyha idézőjelben rosszat cselekednek a kutyával, tehát nem etetik, kínozzák, az utcára kihajtják, vagy netalántán gépkocsiból kilökik egyebek, akkor a kutya beazonosítható, és a gazdája nem tudja letagadni, hogy az övé. A leolvasó csak egy 15 számból álló számsorozatot tartalmaz, és ez a 15 tagú számsorozathoz van rendelve a kutyának az adatai, a nevétől kezdve a veszettség elleni oltás utolsó adatáig, illetve a tulajdonosnak az adatai. Név, lakcím, telefonszám. Amennyiben a kutyus gazdát cserél, illetve elhalálozik, az állatorvosnak ezt jelezni kell, aki mindezt nyilván tartja a számítógépes rendszerben.